Sorozatunk mai adásában... Mik a tervei, mesterem? Há, mint halálos áramütés. Átvesszük a világuralmat. Ó, igen. Vajon megrázó élményben lehet részünk, ha vihar közben telefonálunk? Tiszta Miami Vice! Oda nekik egy csónakázási kézikönyvet, vagy kézzsenik és időt takarítottak meg. Barátaink vízre szállnak, új kerekekkel. Gyermekáldás a csatatéren. Teherbe eshetsz attól, hogy meglőnek. Kik a legenda rombolók? Adam Savage. Elutasítom a valóságot. És Jamie Heineman. Jó itt bent. Olyan meghitt. Több mint 30 év tapasztalat van mögöttük a speciális effektusok világában. Ez nem volt semmi. Nem csak gyűjtik a mítoszokat, de próbára is teszik azokat. Állítólag 30. rész. Jamie, tudom, hogy te már bőven benne voltál akkorban, amikor a telefont feltalálták, de hallottál te olyat, hogy ha villámlik, ne telefonálj? Igen, és azt is, hogy ne zuhanyozz, ne menj fa alá, és ne rohangálj a mezőn egy bazi nagy fémruddal a kezedben. Igen, az nem túl szerencsés. Ezeket a telefonálást és a zuhanyzást ma mind kipróbáljuk. Megnézzük, hogy valóban tilos-e telefonálni, ha odakint égi háború dúl. Nagyon kíváncsi vagyok. Íme az elmélet. A villám belecsap a házadba, a telefonodba, vagy a házadban futó elektromos vezetékekbe, és megkeresi a lehető legrövidebb utat a földben. Általában ez egy földelő vezeték, de ha nem az, akkor egy sima vezeték, vagy egy fényvíz vezeték, és ha bármelyikükre is rá van csatlakozva. Ez valóban megtörténhet? Vegyünk egy házat, és némi villámlást, és kiderül. Na de hogyan készítsünk villámlást? Barátaink ezt is megoldják. Egy helyi közművállalat kifejlesztett egy szobát, amelyben a villámlás erejének az elektromos eszközökre kifejtett hatását tanulmányozzák. Jamie, hiszen ez... olyan, mint a házam? Igen, itt kellene élned, ember. Ez a hely aztán úgy néz ki, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Igen, itt feltöltekezhet az ember egy nehéz nap után. Tágas és elektromos. Az ember gyönge kísérlete arra, hogy villámlást hozzon létre. A természet persze sokkal erősebb nálunk. Jó neki. És ti milyen erősségűt tudtok létrehozni? Közel 700 ezer voltot, körülbelül 500 000 watton. Egy igazi villámlás több mint 100 millió voltos, ám nekünk 700 ezer volt is elég lesz. Ám mielőtt halálos elektromossággal kezdenénk vacakolni, építenünk kell egy próbaházat. Kell egy telefon, vezeték... Azt hiszem, van. Szigetelőlemez, és van telefonhoz kapcsoló hüvely és vezeték? A régi házak az építőanyagcentrumban lelnek végső nyugalomra, még ha darabokban is. Itt minden van, amit csak akarsz, és olyan is, amiről nem is gondoltad, hogy akarod, amíg ide nem jöttél. Jamie, megvan, hogy tudnál kordában tartani. Na de uraim, elég legyen. Hogy minél élethűbb legyen, a próbaházban lesz víz és elektromos vezetékhálózat. Na és persze, telefon. És van. Megvan. Hú, ezt nézzétek! Ezt a raktárban kell tartanom, mert ez a mi piros telefonunk. Jól tudjátok, mi történik, amikor megcsörrel? Hello, Batman! Gordon kapitány vagyok. Dinamikus duónk mellett Mac-Elec labdába se rúghat. A próbaház mozgatható lesz. Kerekeken gurul majd. Komplett víz és elektromos vezetékhálózat lesz benne. Pont olyan lesz, mint egy igazi ház. Higgyetek nekem, majd meglátjátok. Házépítés Adam módra. Ezt hamarabb fel kellett volna szerelnem.
Még zuhanyozó is van a házban. Saját tartállyal és szivattyúval. Működik. Igen. És most a legfontosabb, a vezetékrendszer. Kísérletünk célja az, hogy ez a ház pontosan olyan legyen kívülről, mint egy igazi, és nem az, hogy rekonstruáljuk, mi történik, ha villám csap a házba. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen, amikor a vezetékbe csap bele a villám, és hogy az elektromosság merre halad. Egy elektromos hálózat nagy ügy, csak nyomon kell követni a szálakat, megérteni az zárt áramkör működését, és ennyi. De amikor ezeket a szálakat elkezded szétszedegetni, akkor nagyon bedurvul a dolog, és az egész egy nagy, veszedelmes csomópont lesz. Ilyen nagy meló, hogy világítson egy villanykörte. Nekünk igen, mert nagy rajtunk a nyomás. Kérdés. Hány legenda romboló kell egy villanykörte kicseréléséhez? 120 voltunk már van. Csak áramunk nincs. A válasz csak egy, de annak hívnia kell egy villanyszerelőt. Megvolnánk, ez nem volt nehéz, köszi. Nincs mit. Remélhetőleg nem ütközünk további nehézségekbe a kísérlet előtt. Elkészült a kulipintyónk, számítógép beizítva, kétféle telefonunk van, egy tévénk, kapcsolók, konnektorok, áramszekrényünk plusz egy zuhanyzók, ami teljesen földelt lesz. Szóval most már akkor jöhetnek azok a fránya villámok. Előlem korábban is jöhettek volna, de most már hivatalosan is jöhetnek. Adam és Jamie útra kelnek új otthonukkal. Vajon felvillanyozó lesz az új környezet? E régi háborús történettől a férfiaknak apróra zsugorodik az önbizalma. A családi ékszereket találta el a golyó. A nőknek pedig nagy megrázkódtatásban lesz részük. És a nő áldott állapotba kerül. Ha gyereket akarsz, háborúz, ne pedig szeretkezz. Fiúk, régóta várunk már erre a pillanatra. A fegyverfia, azaz a haszontalan fráter. Pontosan, az egyik legrégebbi és legbizarabb orvosi mítosz. A történet egy fiatal, a polgárháborúban harcoló lovaskatonáról szól, akit meglőnek. A golyó eltalálja a sípcsontját, onnan lepattan is egyenesen a családi ékszerekbe, majd átszúrja egy a tornácán áldogáló, a csatát 137 méterről néző nő méhét. A töltény magával vihetett egy kevés életképes nemzőanyagot, mert a történet szerint a nő legnagyobb zavarára felfedezte, hogy terhes. Nem. De bizony. Vagy szerelmesek lettek egymásba, vagy a fickó valamilyen különös kötelesség tudatból, de elvette a nőt, és született még néhány gyerekük. Az orvos elmondása szerint egyik sem hasonlított annyira a katonára, mint az első. A történet, amely először egy 1874-es orvosi magazinban jelent meg, két kérdést vett fel barátaink számára. Egy golyó valóban képes ilyen gellerre, és a nemzőanyag túlélne egy ilyen utat? Az amerikai polgárháború 1861-től 1865-ig tartott. Az északi és déli hadseregek katonái muskétákkal és szuronyokkal felszerelkezve bemasíroztak a történelembe. Új ország született. Akkor miért ne születhetett volna egy fiúgyermek is? Barátaink tökéletesen időzítették e mítosz vizsgálatát. Főhadiszállásuk közelében éppen a polgárháború rekonstruálása folyik. A fresnoi Kearny Parkban zajlik a polgárháború újrajátszása. Az Egyesült Államok nyugati részének legnagyobb ilyen eseménye ez. Célunk, hogy az emberek megismerjék a történelmüket. Így kell tartani. Igen, és a történtárat fordítsátok felfelé. Itt mindenki kötelességének érzi, hogy az ide látogatót homályos történelmi tényekkel traktálja, amelyeket nem is ismerünk, és nem is kell ismernünk. Ezután egy kattintással visszahúzzuk a kakast.
Gyakornokaink azonban odafigyelnek, hisz újra akarják játszani ezt a történetet, aminek a fegyver is része. Tűz! Ez egy Enfield muskéta másolata. A polgárháborúban mindkét sereg előszeretettel használta ezt a fegyvertípust. Ahogy én tudom, a katonát egy minié-féle lövedék találta el. Márpedig olyan lövedék csak ebben a fegyverben volt. A golyó kilövéséhez 4,5 g puskapor kellett. A karabélyból másodpercenként 300 méteres sebességgel robban ki a golyó. Egy ügyes mesterlövész akár 800 méterről is eltalálta a célpontot. Rohamra kész vagyok. Tori, miért nájdig vagy? Fegyverünk már van, de mint tudjuk, a ruha teszi az embert. Vajon mit viseltek a déliek? Ilyen nadrágot viselt egy déli katona. Gyapjúból készült, mint azt érezhetitek is. És az alsó nemű? A katonák, és akkoriban természetesen mindenki, úgynevezett hosszú gatyát viselt. Ez egyfajta kezeslábas volt, a felső és az alsó rész össze volt varva. És nyáron is ilyen volt rajtuk? Bizony, nyáron is. És most a hölgyeknek valami retro, egy csipetnyi, szeplőtelen fogantatás érzéssel megspékelve. Hosszú női alsónadrágot viseltek, és női inget. A felett volt a fűző. 4-5 alsó szoknya és azon a ruha. Milyen ráérősek voltak akkoriban az emberek? A seregek készen állnak az összecsapásra, és gyakornok barátaink is eleget tudnak már saját polgárháborús rekonstruálásukhoz. Pardon, reprodukálásukhoz. Amikor azt mondják, hogy 70 szemnyi puskaport vesznek, akkor nem egyes szemekről beszélnek. A puskaport ebben a mérőben mérik le. Kari már-már ijesztően piromániás. Nos, úgy tűnik, működik. Buster kap egy új lábat, egy igazi ballisztikus gélbe ágyazott csontot. Bizony, Buster még valamit megtesz a csapatért. Ám egyenruhájával már is problémák merültek fel. Tori, elszakítottad. Drága Buster-öm, van egy nagy lyuk a hátsódon. Őszintén szólva, a tervezett kísérletet tekintve Busternek kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy egy lyuk miatt aggódjon. Vissza egy megrázó mítoszhoz. Előbb vagy utóbb megtörtént volna. Mik a tervei, mesterem? Átvesszük a világuralmat. Ó, igen. Jamie és Adam végül utat enged a bennük lakozó őrült tudósnak. Céljuk a világ romba döntése. Ahhoz képest elég konzervatívan kezdik, egy babaházzal. Egy helyi áramszolgáltató társaságnál próbálják ki, hogy a villám valóban végigfut-e házad áram- vagy vízvezetékein, és végez-e veled, ha telefonálsz vagy zuhanyozol. Ívet húz. Igen. E kísérleti telepen közel 700 000 volt generálására képesek, de ha annak csak a felét használják, akkor több ampert, azaz a károkért felelős áramerősséget kapnak. És mivel barátaink szeretnek élni, úgy döntöttek, Chip a ballisztikus gélbábú költözik be a házikóba. A zselé az emberi húshoz hasonló elektromos ellenállással rendelkezik, és Chip egy vezetékkel össze lesz kötve a talajjal, mint egy álló ember. Ez az elektróda olyan 200 000 voltot gerjeszt, ami elég ahhoz, hogy az áram végig menjen ezeken a vezetékeken, bele az áramszekrénybe, vagy a telefonzsinórokba, akármelyikbe a kettő közül. Próbánk alanyának, Chipnek egy telefont rögzítettünk a füléhez, és egy kis puskapor is van itt egy kis papírzacskóban. Oda, ahol a szív lenne, EKG elektródákat csatlakoztattunk, amelyek össze vannak kötve ezzel a mérőműszerrel. Ha a vezetéken több mint 6 milliamper áram fut át, akkor tudjuk, hogy drága cimboránknak annyi.
Az életszerűség kedvéért barátaink további kiegészítőkkel turbózták fel a kulipintyót, ám kissé kockázatos lenne bekapcsolni azokat. Látni fogjuk, hogy miként hat a tévédre vagy a számítógépedre, ha vihar közben üzemelteted. De sajnos a vizsgálat során nem kapcsolhatjuk be őket. Szerintem az fog történni, hogy egy szép hosszú ívfény ugrik majd ki az elektródából, egyenesen a házba. Itt tud sercegni és lángolni fog egy-két dolog. És ha szerencsénk van, látni fogjuk az áram útját. És az áram a mérőműszer szerint is halálos erejű lesz. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy lemásoljuk azokat a vezetékrendszereket, amelyekbe egy villám nagy valószínűséggel becsapna. De kiszámíthatatlan, még az itt dolgozók se tudják biztosan, hogy mi fog történni. A szakértők csak abban lehetnek biztosak, hogy nem szeretnének a közelben lenni, amikor kezdetét veszi a kísérlet. Barikádot emeltünk biztonságos távolságra a szerkezettől, és a kísérlet során mindenkinek mögötte kell maradnia. Szóval elvileg így működik. Az elektromosság képes áthaladni a levegőn. Minden 10.000 volt körülbelül 1 cm-t viszi előre. Már majdnem 200. Az elektróda a helyén. Amikor a töltet eléri a 200-300.000 voltot, átlövel a házba. Türelemjáték ez. Barátaink őrült tudós ábrándjai valóra válnak. Hallod? Yeah! Wow! 300.000 volt egyenesen a ház vezetékrendszerébe. Elég erős elektromágneses rezgést generált ahhoz, hogy a távirányítós kamera fókusza elállítódjon. Nincs füst, nincsenek szikrák. Nincs füst, nincsenek szikrák, mármint a telefonból. Hihetetlen, de Chip magánbeszélgetése zavartalanul folyik. Minden úgy van, ahogy itt hagytuk. Semmi reakció, semmi zűr. Nem hiszem, hogy megcsapta az áram. Az áram a minden házban megtalálható földelt vezetékeken keresztül távozott. De ne feledjük, hogy egy igazi villám ennél sokkal erősebb. Adam ezért a lehető legrosszabb forgatókönyvet szeretné életre kelteni. Nincs olyan hely a világon, ahol egy igazi villám erejét, a voltot és az ampert elő lehetne állítani. A kettő együtt olyan erejű elektromosságot hoz létre, amely bármilyen vezetéken átmegy. Ezért további vezetékeket fogok elföldelni, és megpróbálom barátocskánkhoz vezetni az áramot. Aztán jól megnézzük, mi történik a telefonnal. A földelt vezeték nélkül a viszonylag vékony telefonzsinór vajon végzetes mennyiségű áramot fog elvezetni? 100.000. Egyre több a volt. 150.000. 200.000. 200.000. 220, 230. Bevált. Ez gyönyörű volt. Az áram a kagylóból egyenesen Chip fejébe ment át. Ez félelmetes volt. Hihetetlen, hogy ilyen jól bejött. Tiszta a terep? Akarjátok, hogy eloltsuk a tüzet? Majd én elfújom. Ez ment, mint a karikacsapás. Megsütötte a fülét? Nem. Úgy tűnik, semmi baja. A fül legkutya baja. Az új telefon tehát a kagylóból egyenesen a fejbe. Ez elég komoly. Tulajdonképpen engem meggyőzött. Ez egy hagyományos telefon, és az áram átment a kagylóból a fejbe. És ez nagyon sok áram volt. Nézzük meg, hogy mennyi. Jó. Ne feledjék, 6 milliamper áram az elektródákon keresztül, és szegénykémnek annyi. Van azonban egy probléma. A mérőkészülék bedöglött. 40 milliamperre állítottuk, ami már bőven elég ahhoz, hogy kinyírjon. És ahhoz, hogy megpörkölje a mérőszerkezet biztosítékát, sokkal többnek kellett lennie 40 milliampernél. Szóval a pasas halott. Engem meggyőzött. A
mítoszt tehát igazolták. A villámbecsapódás keltette áram még egy korszerű telefonon is képes áthaladni. A második kísérlet során egy régebbi telefont és biztosítékdobozt használnak. 200 ezer, és egyre nő. Valóslatúan hangzik, nem? Olyan hangja van, mint amikor tojás sütsz. 200 ezer. Ez alkalommal Jamie puskapora nem gyulladt be, de Chipet egyértelműen áramütés érte, és a mérőműszer ismét kiakadt. Még mindig áramlik a testben, bele a földbe. Én elégedett vagyok. A telefon és a villámlás halálos kombináció. A telefon és a villámlás szörnyű. Ezt a villámlás okozta halálos balesetek száma is igazolja. Csak az Egyesült Államokban évente mintegy 75 emberrel végez villámlás, 2%-uk pedig éppen telefonál. Chip legközelebbi hozzátartozóinak csak egyetlen jó hírrel szolgálhatunk, a TV és a számítógép magas feszültség alatt is remekül működik. Na, ideje megnéznünk, hogy a villám zuhany kombináció is hasonlóan halálos-e. Csináljuk. Chipnek tehát további megrázó kalandokban lesz része, a sütőből a zuhanyozóba. Ez az. Többen írtak nekünk, hogy gyerekkorukban sokat hallották, hogy ha égi háború dúl, tilos zuhanyozni. Földelt vízvezetékkel dolgozunk, amely közel fut az elektromos vezetékhez. Reméljük, hogy zárlat keletkezik a víz és az elektromos vezeték között. Barátocskánk egy fémrúddal van a földbe támasztva. Ez ugyanolyan, mintha a zuhany alatt a lefolyó csövön állnánk, ami szintén földelt. 140 kilowatt. Él. Közel 200. 234, majdnem 250 kilowatt. Szinte hallom. Láttad? Láttam. Elképesztő volt. Nem tudom mit, de láttam. Tűz a zuhanyozóban. Erre csak barátaink képesek. Köszi. Chipet ugyan kimentik a tűzből, de lehet, hogy már így is megsül. A mérőműszer persze megint bedöglött. Talán a kamera képét összezavaró elektromágneses rezgés ezt is megsütötte egy kicsit. Bárhogy is legyen, az biztos, hogy ha vihar van, jobb távol maradni a zuhanyozótól. Nem érdekel, mit mutat a mérőműszer. Egy igazi villám erejének még a közelébe sem járunk. És mégis a fickó testén óriási mennyiségű áram futott át. Ezek az ívfények akkorák voltak, mint egy anakonda. Ott kanyarogtak melletted. Valahogy érzi az ember, hogy itt lesz egy kis gond, nem? Pontosan. Telefon igazolva, zuhany elfogadható. Igen. Egyet értek. Ilyen erejű áram bármin átmegy, és ha odakint zeng az ég, minimálisra kell csökkenteni annak esélyét, hogy mi legyünk az a valami. Távol kell tartani magunkat azoktól a dolgoktól, amik vezetik az áramot, a készülékektől, víztől, vezetékektől. Ez nagyon jól sült el. És Chip is nagyon jól átsült. Enyhén ropogósra. Mítosz, beigazol. Az amerikai polgárháború volt az ország legvéresebb konfliktusa. Négy év alatt több mint 600 ezeren vesztették életüket. Lehetséges, hogy a nyomorúságok közepette egy új élet is született. Van alapja a fegyverfia legendájának. Az egyik katonát meglőtték, és a golyó a családi ékszereit találta el. A golyó tovább megy, egyenesen egy fiatal hölgy hasába és teherbe ejti. A golyó gellert kapott a katona sípcsontján, és egyenesen a közlegény, nos, központi részét találta el.
Lehetséges ez? A lovas katonák gyakran leszálltak a lovaikról. A ló mozog, nagyon nehéz eltalálni azt, aki egy lovon ül. Leszálltak és letérdeltek, mert úgy pontosabban tudtak célozni. Így valahogy. Ha valaki tehát tüzet nyit rám, a golyó eltalálja a lábszáram, tovább megy, és Isten tudja, mi vagy ki van mögöttem. A mítosz tehát elfogadhatónak tűnik. Buster most a világ legszerencsétlenebb lovas katonáját fogja eljátszani. Két kísérletet hajtunk végre. Barátainknak először meg kell győződniük arról, hogy az Enfield muskétájukból kilőtt minié-féle lövedék képes-e arra, hogy miután eltalált egy lábat, több száz métert tegyen még meg. Jim Mitchell polgárháborús szakember és mesterlövész állítja be Scotty célgömbjét. A feladat azonban csöppet sem egyszerű. 5, 4, 3, 2, 1. Most! Szerinted ugrándozik a lézer? Igen, lehet, hogy amikor visszarúg. Hát a modern technológia nincs segítségükre. A régi jó módszerrel kell csinálnunk. Jó. Szerinted menni fog? Tuti. Tessék, uram. Remek. Buster műlábszára ballisztikus zseléből készült igazi sípcsonttal. Jim arra lő majd. Mi pedig innen lassított felvételen nézzük meg, hogy milyen sebességgel hagyta el a lábat. Ha pontos lesz a találat, és a golyó tovább megy, akkor meg tudjuk mondani, hogy milyen sebességgel halad tovább, és az is kiderül, hogy lehetséges-e, hogy a golyó eltalált egy 137 méterre álló nőt. A minél átfogóbb ballisztikai nyomozás érdekében Buster új lábat kap. Ám keserű tapasztalataiból tudja, hogy nem szabad ragaszkodni a végtagjaihoz. És ma ez különösen igaz. Három, kettő, egy... Csontszilánkok. A 300 méter per szekundum sebességgel repülő minié-féle lövedék áthatolt Buster lábán, kiszakítva egy darab csontot. Nem, szerintem csak a zselén ment át, és az összeesett. Jó, hozzunk egy másik lábat. Az összehasonlítás kedvéért több más-más csontot tartalmazó lábat készítettek. A fegyver kora ellenére Jim minden egyes alkalommal pontosan céloz. Szerintem ez csontot ért, szerinted? Az alja teljesen összetört. Igen. Ez a legutolsó lövés volt? Igen, ez alacsony volt. Értem. A lövedék még a zselén és lábon áthatolva is túl gyorsan, közel 300 méter per szekundum sebességgel repült ahhoz, hogy a kamera nyomon tudja követni. Bármennyivel menjen is, a lényeg az, hogy most már tudjuk. A lövedék ruhán, csonton és húson áthaladva is végzetes sebességű marad. Abszolút, bár a mítoszt nem ott romboltuk le, ahol reméltük. Ideje, hogy megnézzük a lövedék, mit csinál a mélyben. Hát, ha akkor tudjuk igazolni ezt a mítoszt is. Jó. Meddő ötlet itt lődörögni. Újabb mítosz vár rájuk. Csak rájuk. Nagy nap ez a barátainknak. Tiszta Miami Vice! Csónakázni megyünk. De ne készüljenek átlagos hajókázásra. Jamie, milyen sebességgel haladtok? A tengerek egyik legnagyobb baklövését fogják rekonstruálni. A címből nem tudom kitalálni, hogy miről lehet szó. Mi az, hogy vontató problémák? A zöldfülű csónakázókról szól, akik vízre bocsátották a hajókájukat, de az csak nem akart felgyorsulni. 8 km per órás sebességgel zöldkölődött, ezért visszavitték a kikötőbe. Kihívták a szerelőt, hogy nézze meg, ugyan mi baja van a csónakjuknak. A szerelő ki is jött, beindítja a motort, megnéz mindent, de semmi hibát nem lát. Bedugja a fejét a vízbe, és meglátja az utánfutót.
Ez sikerre van ítélve. Csónakázás az utánfutóval együtt. Barátainkra ráfér egy kis hajózási gyors talpaló, ha meg akarják valósítani ezt a rémmesét. J. Meisringkel az ő emberük. Már egyszer a könnyű búvár mítosznál segített nekik. Az utánfutó gurúja Jay már mindent hallott, még ezt a mítoszt is. Kb. Másfél évvel ezelőtt hallottam utoljára. Az egyik szerelőnek küldték el e-mailben, ő kinyomtatta, aztán elküldte nekem. Van, amit kétéltűnek gondolnak az emberek, és úgy gondolták, az utánfutónak ott a helye. Jay szerencsére osztozik barátaink abszurd dolgok iránt érzett szenvedélyében. Kiskoromban ugyanilyenem volt. És ami még ennél is jobb, a cél érdekében hajlandó kölcsön adni 4 méteres motorcsónakját. A csónak tartozéka? Igen, ő rúg el. Többet van vizem, mint a legtöbb csónak. Okay, Jay, milyen előkészületekre van szükség? Nos, a csónakot már rákötöttük a vontatóra, de teszünk még rá néhány szalagot. Nem azért, hogy az egész esetet rekonstruáljuk, hanem azért, hogy nektek elfogadhatóbb és biztonságosabb legyen. Az ehhez hasonló csónakok arról híresek, hogy nagyon nehéz elsüllyeszteni őket. Ennek 25 lóerős motorja van, de mi meglepő, úgy még nem próbálták ki, hogy rajta lett volna az utánfutó. Néha csak úgy lehet egy mítosz mélyére ásni, ha fejest ugrunk bele. Persze az öböl mélyére is így juthatunk le a leghamarabb. Gondolom a legrosszabb forgatókönyv az, hogy elsüllyedünk, de úgyis egy csomó parti őr van itt, szóval talán inkább az, hogy egy eszelős őr leüvölti a fejemet. Szerintem tudod mi? Mi? Hogy egy csomóan látják majd, amint mi utánfutóval együtt vízre bocsátunk egy csónakot, és azt fogják gondolni, hogy mit művel az a szöszi. Ha nem lenne fájdalmasan egyértelmű, íme hogyan kellene történnie? Amikor a csónakod vízre bocsátod, beletoladsz a vízbe, lecsúsztatod az utánfutóról, ami az autóra akasztva marad. Nem nagy ügy. A nálam lévő GPS rendszerrel megnézhetjük, hogy milyen gyorsan megyünk. Tehát amíg te vezetsz, én pontosan tudni fogom, hogy mit ravaszkodsz. Az a terv, hogy először az utánfutó nélkül mennek egy kört, hogy megnézzék, normális körülmények közt milyen gyorsan megy a csónak. Persze, barátaink esetében relatív, hogy mi a normális. Nézzük meg, mit tud! 14-18 km per óra. 22-26. 29-32-34. Lökjük be az operatőrt a vízbe, és akkor gyorsabban megyünk. Nézd, szegény munkába igyekvő ördögöket. A végsebességünk 37 km per óra. Vontató nélkül a csónak 37 km per órás sebességgel megy. Lassítsatok, lányok! Most jön az igazi próba. Milyen gyors a csónak, ha rajta van az utánfutó? Úgy fogjuk csinálni, hogy lekapcsoljuk az utánfutóról, mielőtt vízre bocsátanánk. Vontató kötelet rögzítünk rá, bepörgetjük az első kerekeket, és akkor majd magától begördül. Ne az utánfutóval és az autóval együtt süllyesszétek be, mert nincs rajtuk búvárpipa. Így szíjaznád rá, ha az utánfutóval együtt vinnéd be a csónakot? Igen, így szól a mítosz. Normál vontatókötéllel rögzítették, de mivel mi most kísérletezünk, még több kötelet használunk. A szíjak nem befolyásolják a csónak teljesítményét, csak biztonságosabbá teszik a használatát. A kérdés csak az, hogy az agyon szíjazott csónak egyáltalán lebeg-e a vízen. Úszik már? Nem, mindjárt. Igen, már lebeg. Úszik a vízen. Igen, ezt nézd. Még lebeg. És a mítosz is. Most, hogy a munka neheze már letudva, Jamie és Adam is megjelenik. Szerintem jelentősen le fogja lassítani a csónakot. Tapasztalatból tudom, hogy ha egy ilyen csónak fenekén bármi, mondjuk kagyló van, sokkal lassabban megy, mint amire képes. És ha valami, hát egy rácsatlakoztatott utánfutó biztos, hogy le fogja lassítani.
Nem hiszem, hogy a teljes sebességre képes lesz. Sőt, biztos, hogy nem. Szerintem, ha a maximális sebessége 37 km per óra volt utánfutó nélkül, akkor azzal 13-14 km per óra lesz. Ezzel a csónakkal és motorral én maximum olyan 10-16 km per órát mondanék. Scotty és Jamie, fittyet hányva tengerész hírnevüknek, az utánfutóval együtt elviszik a csónakot egy körre. Egy nagyon lassú körre. Már is elég lomhán mozog, ugye? Kapcsoljatok rá! Gyerünk! Na, Jamie, milyen gyorsan mentek? 7,52 század kilométer per óra, teljes gázzal. Ó, egy pillanatra 7,68 volt. Max ennyi, nem? De ennél gyorsabban már nem tud. Egyértelműen lassú, de a mítosz abszolút elfogadható. Tehát azok az emberek nem is voltak olyan hülyék, mint hittük. Mit csinálsz? Rásegítek! Gondolod? Mi lenne, ha megpróbálnátok egyenesen a rámpára tolatni? Hát sokkal izgalmasabb lenne annál, amit most csinálunk. Ki tudja, lehet, hogy ettől az ötlettől kerekestül felfordul a világ. Igen, így sokkal egyszerűbb a csónakázás. Szerintem új trendet indítottunk útjára. Nem kell ide teherautó. Valami azt csúgja, hogy a hétvégét a boltban töltöd, és a motoros meghajtásán fogsz dolgozni. Mennyi volt a maximális sebesség? 7,68 km/h, kevesebb, mint gondoltuk. Akár egy lajhár. Ez a próba nagyon jól alakult. Szinte túl jól. Szerintem ez egy abszolút észszerű mítosz. Igazoltuk. Tényleg megtörténhetett? Meg is történt. Egyszer legalábbis biztosan. Az egyik vevőnkhöz ki kellett szállítanunk egy új csónakot és utánfutót. A háza mögött volt egy rámpa, ám nem gondolt arra, hogy az utánfutót is oda tegye. Nem tehettünk mást, mint hogy a közel 6 méteres Boston velőrt, ami egy csónakfajta, az utánfutóval együtt kb. Másfél kilométerről elborítottunk a vízig. Barátaink számára jeles nap ez a mai. Nem csak, hogy rekonstruáltak egy mítoszt, de igazolták, hogy valóban megtörtént. Jó, tudom, hogy szándékosan, de a lényegen ez nem változtat. Ez is egy elég kis csónak. Úgy értem, a mi csónakunk kicsi volt, a motor is 80%-os sebességcsökkenéssel. Ha valaki nagyobb csónakkal megy, akkor szerintem nem is biztos, hogy észreveszi, hogy a csónakon hagyta az utánfutót. A mítosz igazolt, és totál ostoba. Igazolt és ostoba. Ostoba, de eredeti. Egy újabb mítoszt sikerült igazolni. Vissza a fegyverfiához, a történethez, amely eddig úgy tűnik nagyon is lehetséges, legalábbis ballisztikai szempontból. Ám nincsen rózsa tövis nélkül. A fegyverfia kifejezés ugyan több évszázados, de úgy tűnik semmi köze ehhez a mítoszhoz. A tengerészek az ágyú fedélzeten éltek, és itt bratyiztak másokkal is. A fegyverfia tehát olyan gyerek, aki az ágyú fedélzeten fogant. Elég a tapintatlan tengerészeti történetekből. Vissza a lőtérre, ahol az ilyen gyanús ügyeket aztán nem tolerálják. Nem tudom. Barátaink második próbájukra készülnek elő, amelyben megnézik, hogy egy lövedék képes-e életképes nemzőanyag szállítására. Ez a korasszonyának 15 réteg alsó szoknyája és különböző ruhaneműi. Ballisztikus Mariska a kísérletünk fő célpontja. Szépen elrendezzük, mintha igazi szoknya lenne. Vajon hogy lehet takarásban lévő célpontra célozni?
60 méterre tőlük Jim Mitchell mesterlövész élete legkülönösebb lövésére készül. Kellene valamilyen lóca. Nem csak ballisztikus mariskát kell eltalálnia, de előbb ezt a polgárháborúkori nadráganyagból készült tasakot is. A tasakban pedig, hogy úgy mondjam, nemző anyag van, amelyet a könnyebb láthatóság kedvéért kékre festettek. Nemző anyag? Sperma. Minden kisiskolás tudja, hogy ebből lesz a gyerek. Na mindegy, hagyjuk. Ezek itt nagyon aktívak. Ott van egy. Ott úszik. Látod? Ott van. Igazi kis bajnok, oda néz. Igen. A mintát berakom ebbe a 4 réteg ruhát, 2 réteg hosszú nadrágot és 2 réteg pamut nadrágot jelképező anyagtasakba. És mi történik, ha kék úszóink egyike túléli a ballisztikus mariskáig vezető hosszú utat? Minden úgy van, ahogy szerintünk a mítoszban történt. Így talán be tudjuk bizonyítani, hogy olyan valószínűtlen, hogy már szinte lehetetlen is. Ha azon átmegy, nem biztos, hogy egyenesen fog haladni, de minden tőlem telhetőt megteszek. A 150 éves mítoszt még soha senki nem vizsgálta meg. Most minden Jim célzó tehetségén és néhány pehes ondósejt rugalmasságán múlik. 3, 2, 1! A mítosz szerint egy polgárháborús katonát a micsodáján talált el egy lövedék. A golyó azonban némi spermával felszerelkezve tovább repült egyenesen egy bámészkodó hölgy nemző szerveibe, aki csodával határos módon teherbe esett. Megfogant a fegyvert fia. Na, járjunk ennek a végére. 3, 2, 1! A pokolba, azt hiszem, sikerült neki. Ez elképesztő. Első próbálkozása sikerült. Hihetetlen. Simán végigment. Tényleg? Igen. Fantasztikus. Van nálad kaparókés? Igen. Gondolom a bemeneti nyílást kapargassam meg, nem? Igen. Ó, ez tökéletes lövés volt. El sem hiszem, hogy megcsinálta. Lenyűgöző. Jim, tökéletes lövés volt. Döbbenetes. Jim megtette a magáét. Most a bemeneti nyílásból vett mintákat mikroszkóp alatt vizsgálva megnézik, hogy van-e bennük életképes nemzőanyag. De előbb beszéljünk egy kicsit hősünkről és hősnőnkről. Szegény katonánk túlélt volna egy ilyen lövést. És ballisztikus Mariska megérhette, hogy elmesélje szerencsétlensége történetét. Constance Miss Golda a polgárháborús orvoslás szakértője. Tegyük fel, hogy Tori a déli hadsereg egyik katonája. Amúgy is úgy kell bánni vele. Átmegy a sípcsontján egy mini élővedék, egyenesen a herezacskóiba. Túlélni? Az attól függ, hogy milyen gyorsan kap orvosi ellátást ott a csatatéren. Ha ércsiptetővel elállítják a vérzést, és mondjuk egy órán belül beszállítják egy ehhez hasonló tábori kórházba, akkor igen, talán meg tudnák menteni az életét. És a nő, akibe belefúródik a golyó, ő túlélni? Ha én nem vetkőzöm le a férjem előtt, amikor terhes vagyok, akkor a csatatér közepén valami tábori kórház idegen orvosa előtt se fogok. A nő is valószínűleg inkább elvérzett. Nos, ez rossz hír, de vissza a kísérlethez. Vajon eljuttatta-e a golyó ballisztikus mariskába a nemzőanyagot? Most épp azt nézzük, ha bármi mozgás lenne, ha bármelyik élne, azt látnánk. Én egyet se látok. Tudom, én se látok semmit, ami arra hasonlítana. Van itt minden. Szövetszál, égéstermék, cérnamaradvány, egy csomó azonosítható cucc. De egyik sem nemzőanyag. Tovább, tovább! 60 méter távolságból a tasak egyik lakója se jutott el ballisztikus mariskáig. Most 15 méterről próbálják meg. 3, 2, 1!
Ez alkalommal ballisztikus mariskát átfogóbb vizsgálatnak vetik alá. Nincs itt semmi. 15 méterről átléptük a nemzőanyaggal teli tasakot. Szerintem minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy találjunk valamit. És most egy kis lecke a méhecskékről és a beporzásról. A herékben valóban termelődik sperma, és egyetlen érett ondósejt elég a megtermékenyítéshez. Ahhoz azonban, hogy a női petesejt fala áttörjön, nagyon sok sperma kell, és egy lövedéken érkező szerencsés túlélő nem elég ehhez. Akkor hogyan indult útjára a mítosz? Szerinted miért él ez a történet? Miért mesélik az emberek? Mert csodálatos és pajzán, és az emberek szeretik az ilyet. És hát ugye néhány fiatal hölgynek bizony valahogy meg kellett magyaráznia, hogy miként esett teherbe. És talán pont így született meg ez a remek polgárháborús mítosz. Végtére is a katona nem kérhetett apasági vizsgálatot. De a golyó valóban képes ruha, csont és hús átszakítása után további 15 métert repülni. Ám Jim lenyűgöző lövése ellenére nincs az a biológiai anyag, amely életben maradna egy forró puskagolyón. A 15 méterről érkező lövedék megégette az alsó szoknyát, de a mintákban nem találtunk semmit. Ezt a mitoszt szerintem kivégeztük. Ezt soha nem unom meg. Soha. Akkor ez legyen karrié. Szóval a fegyverfia mitoszt. Kivégeztük. Közreműködött Kárpáti Levente, Holnándor, Breyer Zoltán. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.